Na szevasztok srácok, itt is lennénk a legújabb karriermód epizódban, és ma be fogjuk fejezni az első szezonunkat, és hát remélhetőleg feljutunk a harmadosztályba. Hát azért ez eléggé valószínű, ugyanis vezetünk 16 ponttal a Wrexham előtt, úgyhogy azért eléggé jól állunk. Hogyha egy olcsó és megbízható helyről szeretnél zsetont vásárolni, akkor mindenképpen tudom ajánlani a fifacoin.com-ot, ahol, hogyha a Bazsi kuponkódot használod, akkor további kedvezményben részesülsz, illetve ha bármi kérdésed van, akkor nyugodtan keresd meg. A linket megtalálod a leírásban. A helyzet az, hogy nem is lesznek annyira vészes mérkőzéseink ma. Azt hiszem, játszunk a Gillingham ellen egyszer majd valamikor a végén, illetve a Wimbledon ellen, így a felsőházi csapatok közül ők ketten, akik ellen játszunk majd ma. Úgyhogy nem lesz kifejezetten nagy probléma szerintem. Játszunk ilyenekkel, hogy Newport, Colchester, azt hiszem a Crawley ellen is, Swindon ellen is fogunk játszani, Harrogate, Tranmere. 9 meccsünk van vissza a bajnokságból, úgyhogy Viszont a Wimbledon ellen fogunk kezdeni, ami meg ugye egy viszonylag nehezebb mérkőzés, ők a hetedikek jelenleg, úgyhogy ők még versenyben vannak a playoffért, jelenleg is playoff pozícióban vannak, úgyhogy ellenük mindenképpen játszunk szerintem egy teljes meccset, illetve valószínű, hogy Gillingham ellen fogunk ma még teljeset játszani, a többi az meg szimuláció vagy highlight lesz, mert amúgy ezek olyan csapatok, akik verhetőek bármikor. Úgyhogy vágjunk is lassan bele, új játékosok fognak menni válogatottba, egy csomó magyar játékos, ami annyira nem jó nekünk, és 3 darab akadémistánkat is behívták egyébként, ami nem is rossz összességében, illetve visszatér Liam White a sérüléséből, az is egy teljesen jó hír. Remélem, hogy most még bevethetőek azért a srácok, így is van. Kicsit fáradtak, úgyhogy lehet, hogy egy picit majd fogok tartalékolni. Nagy Zsolt nagyon durván fáradt, úgyhogy ő biztos nem játszik ma. És egyszer így ez jó is lesz, aztán meglátjuk. A mezek azok jók kell, hogy legyenek, így is van. Vágjunk bele az első mai meccsünkbe. Na, kezdődik is a mérkőzés. Idegenben játszunk a 7. helyezett Wimbledon ellen. Papírforma szerint ezt meg kell nyerjük, ezt a meccset, de nem biztos, hogy sikerül, majd meglátjuk Ádámnak, és ott középen érkezik Horváth Krisztófer, nagyon jó, lőhet is, mekkora gólt vert Horváth Krisztófer, gyönyörű, 1-0, 6 percet kellett erre várni, az kemény azért, király. Ádám Martint indíthatjuk, le is tud fordulni, és Csobot Kevin kapja, és Gurita kapus mellett éppen hogy, de bement. 2-0, 23. perc. Maga biztos az előnyünk. Adam Martin, Jennings, Csobotnak, be középre, nem jó, Jennings, az se jó. Ó, abból baj lehet. Endoje, és kihagyta a csatár. Hú, ez nagy lehetőség volt pedig. Na még egyszer Csobot. És Gomesnek ott nagyon jó volt, csak ő meg az afrójával ráfejelte a kapufára. És egy óriási védés Damien-től. Szép. Az baj, nem baj. Damien-nek a kezébe rúgták, így könnyű volt védeni. Szép a védekezés, Elek. Így viszont elveszítettük, de még megvan. Szabad rúgás. Oh. Ja, de mi jövünk, azért mondom. Az viszont egy nagyon nagy labda Jenningsnek, és egy hatalmas védés a kapustól. Bár mondjuk nagyon rossz volt a lövés is, de rossz helyre fejeltük, de Damien megint védett. Ha ő nem lenne, akkor azért sokkal rosszabb pozícióban lennénk. Az egy óriási indítás, de szerintem les volt. Ezek szerint nem, úgyhogy Csobot jöhet, és begurithatja. 3-0. 79. perc. Szép volt a kontratámadás a szöglet után. Ki kell használni az ilyet. 3 perces hosszabbítás, és eltelt már igazából szinte az egész kata. Ki? Azért még egyszer megdolgoztattuk a kapust, viszont itt a vége a mérkőzésnek. Nem? Miért nem? Ezt nem értem. Na mindegy. Akkor Stevenssel még fejeljünk. Szép volt a védés. És le kéne már fújni. Így is van. Jó. 3-0, magabiztos győzelem. Mondjuk nem számítottam ennyire sima meccsre, de szép teljesítmény volt a srácoktól nagyon. Na srácok, hát a félkeretünk az válogatottban van. Ez a hátránya annak, hogy harmad meg negyed osztályban van a csapat, de hát ez ilyen, nem tudunk vele mit kezdeni, jók a játékosaink, úgyhogy nyilván meg fogják őket hívni a magyar válogatottba, viszont a Swindon lesz a következő ellenfelünk, akik a 16-ak, úgyhogy sok vizet már nem zavarnak,
a Wrexham pedig nem nyert, vagy nyertek, nem tudom. Már nem emlékszek, hogy hány pontjuk volt, de mindegy is, ez a mérkőzés, ez egy jó kis highlightos meccs lesz, viszont nagyon durván tartalékos csapattal, úgyhogy kíváncsi leszek, itt ugye nem nagyon lehet belenyúlni, kint meg a menüben nem akarok, úgyhogy a gép fogja eldönteni a kezdőnket, rá is bízzuk, úgyhogy nézzük. Na, kezdődik is a mérkőzés, kíváncsi vagyok, hogy milyen helyzeteket fogunk tudni kapni. Érdekes lesz minden esetre, egyből egy Swindon támadás a meccs elején. Nem néz ki eddig jól, viszont elég sokat szórakoznak vele. Végig futottam volna, de így is gól lesz. Szép, 1-0 a Swindonnak a 8. percben. Hát ez ilyen. Húha, ez megint egy nagy helyzet, és ezzel nem fogunk tudni megint csak semmit csinálni. De mellé lőtték, jó. Kicsinbe fogják elvégezni nyilván, és az megint egy óriási lehetőség. Milyen beadások jönnek onnan a szélről, te jó ég. 2-0 a Swindonnak, 31. perc. Úgy ki fogunk kapni, hogy ez hihetetlen. Jó, Jennings, Stevens, az egy nagyon szép gól, így is van, szépen kijátszottuk. Szépítettünk a 48. perc elején, de nem tudom, hogy ez elég lesz egyébként bármire, hogy lesz-e még olyan helyzetünk, amit ki tudunk használni. Mert hogyha így folytatjuk, akkor ez így kevés. Ó, viszont egy nagyon jó kis büntetőrugási lehetőség Stevens előtt. Nézzük is, hogy mire megyünk Stevens-szel. Egész jól fogjuk eltalálni, és benne is van a hálóban a labda. Egyenlítettünk, jó. Ó, viszont ez egy nagyon gyenge lövés szerencsére. És itt a vége a meccsnek, 2-2. 2-0-ról végül is visszahoztuk X-re, úgyhogy összességében elégedettek lehetünk azzal, amit itt nyújtottunk a meccs második részében, mert hogy az első része az eléggé rosszul sikerült, de itthon tartottunk egy pontot legalább. Ismételten új hónap, úgyhogy akadémia dolgok következnek, hát még mindig nem tudunk sok mindent csinálni, az a helyzet, és az érkezők között se lesz nagyon jó játékos szerintem most. Ja, jó, hát ez most egy eléggé gyenge hónap volt, mindegy, így jártunk, ez van. Jöhet is egyből a következő meccsünk, a Harrogate ellen fogunk játszani, ők a 14-ek jelen pillanatban, és azt gondolom, hogy itt megint highlightozhatunk, visszatértek a srácok a válogatottból, úgyhogy egy kicsit talán könnyebb dolgunk is lesz. Nézzük is. Így, Csobot. Lőjük-e keresztbe? Oppá! Csobot Kevin. Ma már a sokadik gólját lövi, szerintem harmadikat a második meccsén, úgyhogy nagy formában van Kevin most. Támad a Harrogate, Armstrong. Amúgy a szezon elején az elsők között voltak, ha jól emlékszek. De eléggé visszaesett a teljesítményük, úgyhogy nem fognak följutni velünk ebben a szezonban. De attól függetlenül még okozhatnak ezen a meccsen meglepetést. Ádám Martin indulhat. Gyerünk, Martin. Lőjük is el, 2-0, 20. perc. Ez így eddig egész jó. Ádám. Jó, azt ott tudjuk futni azt a védőt ballal. Így szépet védett a kapus. Az viszont egy nagyon jó kis hosszú indítás a szélső védőtől Ádám Martin irányába, aki nem igazán tudta lekezelni a labdát, de mindegy, nincsen semmi probléma, ugyanis 2-0 lett a mérkőzés végeredménye, úgyhogy 3 ponttal gazdagabbak vagyunk. Egészen sima volt így is a meccs, és még voltak bőven emellett helyzeteink, amiket elrontottunk. Na, következő meccsünk a 18. helyezett Colchester ellen lesz, úgyhogy ez szerintem egy sima szimulációs mérkőzés. Nem igazán oszt meg szoroz ez a meccs. Srácok igazából maradhatnak úgy, ahogy vannak a kezdőben. 4-0, nagyon sima győzelem. Csobot, Horváth, Nagy Zsolt, illetve Ádám. Szép teljesítmény. Most pedig az utolsó helyezett Newport County ellen fogunk játszani, úgyhogy szintén próbálunk egy szimulációt. Én azt gondolom, hogy ha az előző meccset megnyertük idegenben, akkor hazai pályán ezt is illene. De hát meg mindjárt kiderül, a végeredmény, ez most csak 2-0, egy Ádám Martin dupla, de a lényeg az, hogy igazából nyertünk, az meg még plusz, hogy nem kaptunk gólt. Következő meccsünk az már egy kicsit komolyabb lesz, Stockport ellen játszunk, de vezetünk előttük 30 ponttal, és egyébként ez a bajnoki cím, ez már szerintem teljesen biztos,
Úgyhogy én azt mondom, hogy igazából csináljunk egy jó kis highlightot, aztán ennyi. Nem fordítanék több energiát erre a mérkőzésre, így is bőven jó lesz. Egy ígéretes támadás egyébként. Abból lövés lesz, de Damien meg is fogja. Mondjuk eléggé rossz helyre ütötte, de megfogta, ez a lényeg. És most pedig már mi jöhetünk Ádám Martinnal, azt elvileg meg kéne futni. Így is van, vagy ott még volt egy védő. Hoppá. Az egy kicsit bezavart itt a számításaimban. Szép a védekezés, és mehetünk kontrával, juhász. Fussuk le a védőt szerintem. Juhász, bepasszoljuk Ádám Martinnak, és ő nem hibázik. 1-0, 24. perc. Megszereztük a vezetést. Úgyhogy ez elvileg nem is a mi helyzetünk volt eredetileg. Juhász. Elmegy a védő mellett. Így Ádám Martin kifutott onnan, viszont az még nem volt amúgy rossz. Hoppa. És vége a meccsnek. 1-0 lett a végeredmény. Amúgy annyira nem voltak jó helyzeteink, és egy kontrából sikerült nyerni. Azt is úgy, hogy igazából megszereztük az ellenfél lambdáját, aztán engedte a játék, hogy vigyük tovább. Úgyhogy végül is egy kicsit szerencsés győzelem, de győzelem. És egy újabb clean sheet egyébként. Na, a helyzet az, hogyha a következő meccsünket megnyerjük a Crawley ellen, akkor 100 pontot fogunk szerezni. Úgyhogy ez lesz a célunk egyébként. Szimulálni fogjuk, ők az utolsó előttiek a bajnokságban jelenleg. Úgyhogy egy viszonylag könnyű mérkőzés kéne legyen ez majd, aztán majd kiderül, hogy az lesz-e. Minden esetre nézzük is akkor. Azt mondja, hogy 0-0, úgyhogy nincs meg még a 100 pont. Viszont újabb hónap van egyébként, és nincs több scout reportunk, úgyhogy most nem tudunk új játékosokat nézni, viszont Király Boldizsár már bevethető lenne, úgyhogy én azt mondom, hogy őt fölhozzuk, ezt a Király Palit meg, hát fölhozzuk őt is, de őt szerintem el fogjuk adni, mert semmi potenciálja nincsen egyébként, úgyhogy ő majd megy valami alsóbb osztályba, nem jön velünk nagyon sokáig. Ezt tudom mondani, Waters-t meg szerintem simán el tudjuk adni, úgyis annyi kapusunk van, mint a szemét, úgyhogy nem is fontos annyira. Most viszont egy kicsit komolyabb mérkőzésünk lesz, ugyanis a 6. helyezett Gillingham ellen játszunk, akik még akár fel is juthatnak, egyenes ágon is. Ugyanis, hát ja, hogyha megvernek minket, akkor följönnek igazából lényegében a 2. helyre, de legrosszabb esetben a 3. Úgyhogy, ja, ezt kéne valahogy megakadályozni, mert amúgy örülnék neki, hogyha a Notts meg a Wrexham jutna föl velünk egyből. Úgyhogy ez lesz a célunk, és ezt úgy fogjuk megpróbálni megtenni, hogy lejátsszuk a teljes meccset, ez lesz az utolsó teljes mérkőzésünk ebben a szezonban, úgyhogy lassacskán kezdjünk is bele szerintem. Túl sok játékost nem ismerek egyébként, de ott van Williams a szélen, ő ismerős egyébként, de ennyi. Na jó, nem is ez a lényeg. Az a lényeg, hogy próbáljuk meg megverni a Gillinghamet, hazai pályán játszunk, úgyhogy hogyha ha minden igaz, akkor most kéne átvenni a trófeát is egyébként, és Herceg Ádám lesz a játékvezető, gondolom ő egyébként angol akar lenni, de azért remélhetőleg nekünk fog kedvezni. Gardner a cséke, úgyhogy ha minden igaz, és magasba emeljük a trófeát, akkor ő fogja átvenni, de teljes mértékben meg is érdemli egyébként, úgyhogy vágjunk bele a meccsbe. Mezek jók, minden jó, már csak meg kell nyerni. Túl sokan nem akarnak neki segíteni, Király. Ádám Martin az mondjuk jó, így a lövés nem volt az igazi. Ádám Martin lefordult az egyik védőről, viszont ott a másik, mellette meg el kell futni, sikerül is, és megint ellőjük keresztbe. Ház, nagyon jó. Horvát, és a lövés, ott is van a vezető gól, 1-0 a fél idő végén. Sikerült megszerezni a vezetést. Csodálatos. Horváth Krisztófer újabb gólt szerzett, ez már a sokadik neki a bajnokságban egyébként. Mindjárt meg is nézzük, hogy hányadik. Azt mondja, hogy 16 gól 39 meccsen. Ó, Horváth. És Ádám Martin viszonylag üresen, csak az a baj, hogy kint a szélen. Ez neki annyira nem fekszik. Viszont Juhász megszerzi a 2. gólunkat, ezzel pedig 2-0. Második félidő elején is eredményesek voltunk. Szép.
Ádám Martin most nem befejező volt, hanem előkészítő. Királylabda szerzése. És mehet is fel a szélen. Ő se egy szélső. Ádám. És a csukafejes mellé megy. Ádám Martinnak nem akarnak összejönni ezek a keresztbelövések annyira. Az baj. Az baj. Szép. 2-1. Szépített a Gillingham, beleérdemjén Patrik egyébként, de nem tudtunk vele mit kezdeni. 2 perc a hosszabbítás, ebből egyel is tehet már. Én nem is támadok szerintem, mert hogy a végeredmény az már így ennyi. Oké, itt a vége a meccsnek. 2-1-re sikerült nyerni. Ez már egy kicsit húzósabb volt azért, mint az előző Wimbledon elleni, amit utoljára lejátszottunk teljesen. Nem úgy néz ki, hogy itt ilyen nagy kupa átvételek lesznek, de azért megvárom, hogy mi a helyzet. De nem tudom. Hát ebből nem lesz semmit. Mindenki megy le a pályáról szépen. Aztán zsa haza. Hát ez ennyi volt. Jó. Na mindegy. Akkor nem fogjuk látni, hogy átveszi a csapat a trófeát. Viszont a 100 pontot azt már tutira elértük. Ugyanis, ha minden igaz, akkor 101 pontunk van, de ezt mindjárt meg is nézzük. Na, jöhet is. Az utolsó bajnoki mérkőzésünk a szezonban, srácok. 12. Trammer ellen fogunk játszani. Elértük a 100 pontot, úgyhogy igazából itt már szerintem csak szimulálok, úgy sincsen semmilyen tétje. Ennél jobbak már úgyse lehetünk. A meccs vége pedig 3-1. Ádám Martin lőtt egy gólt, meg kihagyott egy büntetőt, Csobot is lőtt egyet, illetve Horváth is. A 3 legnagyobb sztárunk igazából be is talált ezen a mérkőzésen. Úgyhogy 104 ponttal lettünk most végül is bajnokok, és úgy néz ki, hogy bejött, amit szerettem volna. Ugyanis a Notts County, illetve a Wrexham csapatai egyeneságon feljutottak velünk harmadosztályba. A Doncaster, a Gillingham, az MK Dons, illetve a Mansfield Town fognak küzdeni a negyedik feljutást érő pozícióért. Úgyhogy sok szerencsét nekik. És hát az utolsó 4, akik amúgy kiesnének, az a Morecambe, a Crawley, illetve a Newport County voltak. Tehát ők nyilván nem fognak kiesni, mert hogy az ötöd osztály nincs a játékban. Viszont akkor nézzük is meg a csapatunkat. Így néz ki a kezdőnk itt a szezon végére. Sokat fejlődött ahhoz képest, mint ahogy elkezdtük az első epizódban, én azt gondolom. Úgyhogy ez eléggé örvendetes. Nézzük is meg, hogy hogy teljesítettek a srácok itt a szezon során. A statokat szeretném látni. 49 mérkőzésen játszott Damien Patrik, ezzel ő volt a legtöbbet játszó játékos, és gólok tekintetében nyilván Ádám Martin volt a legjobb, 37 meccsen 36 gól és 8 assziszt volt a mérlege, az azért eléggé szép, nem játszott túl sokat amúgy, legalábbis ahhoz képest, viszont nagyon sok gólt szerzett, úgyhogy remélhetőleg a harmadosztályban is fogja majd szórni a gólokat. Aztán Horváth Krisztófer, aki eléggé gyengén kezdte a szezont, azért itt a szezon második felében eléggé bele is jött, 18 gól, 7 gólpassz, illetve Csovat Kevin volt a harmadik legjobb játékosunk, 40 mérkőzésen 14 gól, 12 assziszt, ő is azért eléggé szépet ment a szélen. És akkor a két külföldi játékosunk, aki amúgy eléggé sokat szerepelt, itt van nekünk Bates, hogy játszott ő 46 meccset. Ezt most nem teljesen értem. Ja, 49 volt a legtöbb. Jó, oké, akkor semmi. Szóval, hogy 46 meccsen 11 gól, illetve 5 gólpassz volt Batesnek a mérlege, illetve Stevens, a cserecsatárunk, 16 meccsen 11 góllal, azért az eléggé szép. És itt van Leon, aki amúgy még mindig kezdő lenne szerintem, hogyha nem sérült volna meg, de sajnos megsérült, így átvette a helyét Juhász Mihály, aki egyébként eléggé jól is pótolta, szinte ugyanazokat a számokat érte el, 6-tal kevesebb mérkőzésen, úgyhogy neki nehéz dolga lesz visszakerülni a kezdőbe szerintem, de majd meglátjuk, hogy teljesít Juhász, meg hogy teljesít Leon is, ők azért váltogatni fogják egymást szerintem. Aztán Nagy Zsolt, aki a szezon második felében jött a csapathoz, ő is azért jól teljesített, és itt vannak a többiek is, Katamisi is, a szezon első felében játszott inkább többet, aztán érkezett királya helyére, hogyha jól emlékszem, de ő se volt rossz egyébként. Illetve itt van nekünk Varga Márton, aki 5-öt fejlődött, és ezzel már stabilan kezdő itt a right back poszton. És kik vannak még, akik így fontosak voltak? Hát nagyon senki egyébként. Papádám 11-et fejlődött,
az mondjuk azért, vagy papágostom, bocsánat, azért az eléggé kemény. Illetve itt van nekünk Collier, ő is azért játszogatott néha. És Cunningham volt egy ideig a cserehátvédünk, illetve itt van nekünk White, aki szintén sérülést szenvedett, és ezért nem játszotta végig a szezont, de nem is fog már kezdő lenni valószínű, ugyanis eléggé lemaradt a növekedésben. Illetve Jackson Porter, aki így most már a harmadik számú szélső hátvédünk, Endoje, aki most ugye a cseréje Nagy Zsoltnak, de ő is nagyon jó volt egyébként egész szezonban, és ja, itt van Small is, aki az elején ugye kezdő volt, aztán pedig kikerült a padra, Gomes, illetve Király Lajos, aki Katát váltotta itt a szezon vége felé, és azért egészen stabil játékos. Aztán Elegzétény, aki most már ugye kezdő, illetve itt van a Csékán Gardner is. Jó kis csapatunk van, én azt gondolom. Nézzük meg, hogy mi a helyzet egyébként itt a góllövő listával, meg ilyenekkel. Azt hol látjuk? Player statoknál. Azt mondja, hogy a góllövő listán első helyezett lett Ádám Martin. Egyértelmű, 30 góllal egyébként amúgy. Nem sokkal voltak lemaradva tőle, úgyhogy éppen hogy megnyerte az aranycipőt. Aztán itt van még nekünk 5. helyen Horvát, 17. helyen Csobot, más nagyon nem lesz, ja. Asszisztokban Csobot a... Hát végül is első lett szerintem amúgy, mert hogy kevesebb meccsen ért el ugyanazt a számot, mint Lapszil, úgyhogy összességében szerintem első kéne legyen. Clean sheetbe Damien lett az első, ő is éppen egyébként, de hatalmasat teljesített a szezonban. Hát nem tudom, sárga lapokat nem nagyon szereztünk, pirosat se, úgyhogy összességében egy nagyon jó szezonunk volt, és hát feljutottunk a harmadosztályban. Következő részben pedig belekezdünk a következő szezonunkba, csinálunk új mezeket, meg minden, úgyhogy nem éri meg arról se lemaradni, majd hamarosan fog érkezni, viszont már ennyi lett volna, hogyha tetszett és még nem tettétek volna meg, akkor dobjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel, ha még nem lennétek, és találkozunk hamarosan a következő résszel, addig pedig jók legyetek, szevasztok!